virágos tüskettembe. Virágot szakasztok a jobb kezembe. Bár a 70-es években már működött a Kétyi székelyköd, mégsem tudott életképes maradni. Majd a 90-es évek végén érezték a helyiek újra szükségét annak, hogy közösséget formáljanak, így jött létre a Kétyi székely énekkar. A mai tagok szeretettel emlékeznek azokra, akik ma ugyan már nincsenek közöttük, ám mégis ismerői voltak az autentikus bukovinai énekeknek, és szívesen adták tovább azt a mai kórust alkotóknak. Gyakorlatilag 70 óta nálunk mindig van kórus, és ma ünnepeljük a 25. évfordulónkat, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagjai vagyunk 2002-től, az meg 20 éve. Mondta az egyesület vezetője. A Kétyi csoport különlegessége, hogy 5 település lakói adják össze a létszámot. Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökének véleménye szerint nagyon fontos, hogy olyan tiszta forrásból származó értékeket mutassanak meg a különböző csoportok, melyekben az utódok is megtalálják a szépséget. Nagyon fontos az, hogy ezek akár tánc, akár énekről lévén szó, hogy mindig olyan értékeket közvetítsünk és adjunk át, ami tényleg méltó arra, hogy továbbadják a fiatalok. Gödrei Zoltán polgármester arról beszélt, a Kétyi kórus nemzetközi kapcsolatai révén számos vendéget fogadott már a település. Rengeteg olyan kultúrát, a székelységnek olyan csoportjait ismerjük meg, akik Bukovinából származnak, akikkel soha nem találkoztunk, és akiknek a kultúráját lehet, hogy még sosem hallottuk, és itt Kétyen ebbe a kis faluba ebbe elő tudják adni, és minket mindig elkápráztatnak vele. Kétyen több civil szervezet működik, akik közösen szerveznek meg minden fontosabb eseményt. Így történt ez a Székely Énekkar jubileumán is.